Tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Már gyerekkorban felfigyelünk a mentőautóra, és vannak emlékeink is a mentőautóval kapcsolatban. Van, akinek jó, van, akinek nem annyira jó, de hát az a legjobb, hogyha nem értünk, jön, szoktuk mondani. Mégis nekem mentős orvossal és mentő ápolóval vannak jó emlékeim. Például mentőápolóval és mentő, hogy helyesbítsek, mentő technikussal, hiszen majd ezt is tisztába fogjuk tenni, többféle titulussal is ülnek abban a szép autóban mentősök. Nagyon kellemes emlékem van. Részt vettem egyszer egy rendezvényen, mint moderátor, és mondták, hogy két mentőst kell majd konferálni a színpadon. Nem is értettem, hogy mit fognak csinálni, vajon elsősegélynyújtás bemutató, vagy mégis milyen. És gyakorlatilag egy zenés, abszolút szórakoztató, életmentő bemutatót láthattunk akkor Klupács Pétertől és Mészáros Zalántól. Akkora pörgés volt, és annyira jó volt, hogy tényleg mindenki odafigyelt, és alig vették észre, hogy az életmentést tanulhatják. Akkor figyeltem fel először igazán mélyen a mentősök munkájára, és figyeltem fel Klupács Péterre, a mai műsor vendégére, akit nagy szeretettel köszöntök. Csilla, köszönöm, hogy itt lehetek. Nagy öröm volt nekem akkor titeket megismerni, és nagy öröm volt utána akárhányszor találkozni és beszélgetni, mert érezhető volt, hogy ti abszolút hivatásból ültök abban a mentőautóban, és tényleg feladatotoknak éreztétek az emberek mentését. Amikor egy pajtársi közösség összekovácsolódik, az egy életre szól. Zalánnal is 20 évet vonultunk együtt, és mindig láttuk azt, hogy az emberek nem igazán mernek segíteni. És mi ezen próbáltunk ebből a vidám technikával, zenével, labdával segíteni, hogy az emberekhez eljusson az a tudás, amihez szükségük van, hiszen sajnos az élet nap mint nap bizonyítja azt, hogy erre a tudásra szükség van. Ugye most a foci EB-n a Kjár megmentette a dán csapatkapitánya társa életét. És igen, kérem szépen, ő a hős. Igen, a szerveződés neve a Te vagy a hős, és a kampány neve a Te vagy a hős, ami bejárta az egész országot, mindenütt nagy szeretettel fogadják, iskolákba tanítják, a videót mutatják be, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy eredmény. De vissza kell térnünk tulajdonképpen a Te vagy a hős kampány mellett Klupács Péterre, hiszen beszélgetésünk apropója az, hogy nyugdíjba vonulsz, amit felfogni nem lehet. Amikor fölhívtalak, mindjárt mondtam, hogy eddig olyan biztonságban éreztem magam, tudtam, bármi történik, majd jön a mentőbe Klupács Péter, és minden rendben lesz, és most ki fog jönni, ha ilyen történik, hát ne történjen. Nem tudom elképzelni, nem fogsz dolgozni? Biztosan, én nagyon szeretném, hogyha a bennem lévő tudást tovább tudnám adni, főleg a jövő generációjának. Én ebben nagyon nagy kihívást látok, hogy továbbra is ezt folytatni tudjam, hogy amit mi tudunk, az mindenkihez eljusson. És nagyon szeretném azt, hogyha igen véget ért, most lezárult egy korszak az országos mentőszolgálatnál eltöltött időm, de hogy amit én ott tanultam és tapasztaltam, azt tovább tudjam adni, az igen, az egy kihívás lesz a jövőben. Ezzel már eddig is foglalkoztál, de menjünk vissza a gyökerekhez. Fehérvári vagy eredendően? Itt nőttél fel? Nem, de a nagyon közelbe. Én egy Gánt nevű helységhez kötődöm, pontosabban Gánt bányatelephez, ami egy kis bányász kolónia volt a második világháború előtt és után, és 1963-ban kezdték el szociális intézménnyel átalakítani, és én szüleimmel, bátyámmal, testvéremmel és a szüleimmel ott maradtunk, mint család bent a településen. Anyukám ott helyezkedett el munkába, édesapám pedig a Vértesi Erdőgazdaságnál, és mind gyerekek ugye Gántra jártunk 3 kilométert iskolába, legtöbbször gyalog, mert ugye hogy jobb volt és kényelmesebb volt, meg gyorsabb. És nekem nagyon jó gyerekkorom volt azt látni, hogy ott idős emberek között, sőt, mentálisan is lelkisérült emberek között felnőni gyerekként egy olyan inspirációt adott, ami nem mindenkinek adatik meg. Jó gyerekkorom volt. Tehát
kapcsolatban voltál az idős beteg emberekkel, gyakorlatilag gyerekként is? Igen, köztünk éltünk. Köztük éltünk. És akkor már látszott, hogy van türelmed az ő betegségükhöz, és van szociális érzéked irányukban? Ó, igen, ott hamar kiderült. A mindennapjainkat együtt töltöttük. És ez jelenti azt, hogy akkor már gyerekként megfogalmazódott a fejedben, hogy milyen irányba szeretnél majd tovább menni? Ó, nem, hát gyerekként az ember nagyon kis kajla tud lenni. Mi szerettél volna lenni? Ki tudja? Azt mondták, hogy menjél a Zibli Miklós szakközépiskolába, mert az neked jó lesz, a bátyád is ott végzett, Karcsink, és elvégeztem a Zibli szakközepet. Gépészként végeztünk, soha nem dolgoztam benne. De lett egy érettségim. Lett egy érettségim és egy szakmám. Tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy mentőtechnikus, ugye, amit az elején kicsit megkevertem, ha azt mondjuk, hogy mentőtechnikus, akkor egy picit majd kiderül, hogy a technika-technika itt ott találkozik-e egyáltalán, van-e valami köze egymáshoz, és mi lett érettségi után? Érettségi után Fehér megyei tanácsépítőipari vállalatnál helyezkedtem el, gépkocsi vezetőként, ami ebbe az udvarba volt, körülbelül ott, ahol ülök. Itt töltöttem el a... Igen, hazajöttem ide. És egy végtelen, jóindulatú, munkás emberekkel, igazi dolgozókkal, akik imádták a munkájukat, kerültem össze. Tőlük tanultam mindazt, amit egy becsületnek, egy munka iránti szeretetnek hívnak. Zavecs Sándor, Kun Sándor, olyan neveket lehet említeni, Szabó Pityú, akik igazán megtanítottak arra, hogy mi az, hogy munka, mi az, hogy becsület, és mi az, hogy tisztesség. Ezt mind tőlük tanultam, tőlük, nekik köszönhetem, hogy ilyen ember lettem a szüleimen kívül. Meghatározó volt számodra. Igen. Mindenképpen. És igen. Hogy kerültél át a mentőkhöz? Hát jött a rendszerváltás, ominózus rendszerváltás. A tanácsépítőipari cég volt, a Fetév volt az első között, akik bezártak. Utcára kerültünk, hogy ne kerüljek utcára, hazamentem. A feleségem akkor volt a kislányunk, egy éves, és cseréltünk. Évám visszament a kórházba dolgozni, mert ő akkor már az egészségügybe dolgozott, és én otthon maradtam Katámmal. 1,90 magas srác létemre, mikor berontottam a gyerekemmel a tanácsadásra, mert akkor még jártunk, hát igencsak látványos volt, és ott a rengeteg hölgy között, hát nagy szemeket meresztve néztek rám, hogy mit keres itt ez az ipse. Igen, ő is hozzá, vagy ez a tény is hozzájárult az életemhez, hogy gyereket is neveltem. Pelenkázás, fürdetés, igen, igen, etetés, igen. Minden, ami még kellett akkor benne. Még vasaltuk a pelenkát, azt a régi szövet pelenkát. És még a vasalás is? Igen. Hú, egy férfi vasal, az aranyat ér. Na, aztán soha többet. De valójában azért egy picit van ebben egy egészségügyi munka, hiszen ha már valaki a tisztába tételt jól bírja, akkor már lehet, hogy egy orvosi ellátásnál, egy esetnél, hogyha ott olyat lát, ami nem annyira szép, nem szeppen meg. Ezzel te tisztában voltál egyébként? Hogy nem, ezek tudatalat raktározódtak el. Ha végigveszed, hogy egy egészségügyi intézményben nőttem fel, akkor, hogy a gyereket neveltem, valahol az élet... A feleséged egészségügyi is. Igen, a feleségem egészségügyi is. Valahol az élet errefelé terelt engem tudatalat. Nem választott dolog volt ez. Mikor odaértünk, hogy 90, valamit kezdeni kéne most már, visszamenni dolgozni, akkor Éván mondta, hogy próbálja meg a mentőszolgálatot. Jelentkeztem, felvettek gépkocsi vezetőnek, Szejtli Tibor volt a betanítóm, Tibi bácsi, akkor még kaptunk. Ez egy külön vizsga, mi egymás, mert azért nem ugyanolyan mentőautót vezetni, mint bármilyen más autót, gondolom. Hát igen, meg volt hozzá, hogy pávnak kell lennie. Megmutatták, hogy megy. Nagyon nagy élmény volt, mikor először a Níza mentőn fölkapcsolta a szirénát, és az még egy ilyen kétütemű sziréna volt, mikor a Tibi bácsi megmutatta, hogy még emlékszem rá, mentünk arra Enyink felé,
és megmutatta, hogy napéter, akkor így működik a sziréna, és hú, hát az teljesen beleégette magát az emberbe, hogy az a Nino hang. Én indítom a Ninót, igen, az el tudom képzelni, hogy élmény lehetett, de hát bizonyára azért voltak az első időszakban olyan emlékek is, és olyan történések is, amik nem biztos, hogy nagy élményt jelentenek, hiszen súlyos esetekhez kellett kimenni. Mentél ki balesetekhez is? Igen, akkor még nem így állt fel a mentőszolgálat, ahogy most. Akkor még beteget is szállítottunk, és az ember, aki oda került felvételre, a mentő, akkor ő a betegszállító kocsin kezdett. Megtanult a beteget fogni, hordágyazni, széket vinni, és egy idő után, ahogy egyre többet tudott, és egyre többet tanult, volt lehetőség előrébb kerülni. Meghatározó volt a 90-es év, hiszen akkor kezdődött a taxisztrájk. Én elég hamar abba belecsöppentem abba a pörgésbe, és tulajdonképpen ez a 31 év a taxisztrájktól a Covidig telt el. Akkor itt az ideje, hogy tegyük tisztába. Tehát van, aki a mentőautót vezeti, van mentőtechnikus, és van mentőápoló. Tehát mi mit jelent, ki mit csinál, segíts nekünk ebben. Alapvetően egy mentőgépkocsin, egy ápoló és egy gépkocsi vezető teljesít szolgálatot. Ma már ugyanazt a képzést kapják, mindenkinek ugyanaz az alapképzés jár, egy hónapig tanítjuk be a mentődolgozót, és egyformán tudnak, egyforma tudással rendelkeznek. Későbbiekben lehetőség van rá, hogy magasabb iskolákat végezzenek. Így történt az én életemben is. Megcsináltam az 5.2-es mentőápolóit, majd az 5.5-ös szakápolóit. Tehát amikor mentőápolónak neveztelek, sem mondtam rosszat valójában. Nem bizony, mert mentőápoló végzettségem van. A technikus egy igazi magyar találmány. Ugye létezik még a mentőszolgálatnál mentőtiszt és mentőorvos, és a mentőtechnikus pedig a mentőápoló és a mentőtiszt között helyezkedne el, akinek megvan a gépkocsi vezetőre is a jogosítványa, illetve a ápolóságból is a 5.5-ös mentőápolói vizsga, a legmagasabb mentőápolói vizsgával rendelkezik. Őt nevezzük ma mentőtechnikusnak. Mentőtechnikusok dolgoznak a mentőorvosos kocsin, hiszen tudnak vezetni és ápolni. Egy elég nagy kihívás egy mentődolgozó számára az, hogy a mentőorvosos kocsira felkerüljön, akár egy esetkocsira, akár egy rohamkocsira. És igen, ez a mentőmunkának ez a karrier része, hogy mindig előrébb és előrébb tudjál jutni tudásba, és persze tapasztalatba. Egy ilyen autó, ha jól tudom, már nagyon sok orvosi műszerrel van felszerelve. Igen, a technika, mondhatom, hogy világszínvonalú, világtechnika. Amit ez szintén ismerni kell, nem csak az orvos amit kezel. Szintén ismerni kell. Miután szerencsés vagyok, és a világban nagyon sok felé eljutottam a barátaimmal mentőversenyzés kapcsán, betegszállítás kapcsán, látjuk azt, hogy mi tud a világ hozzánk képest, és merem mondani, hogy a mi szolgálatunk az nagyon erős a világ színvonalában, mind technikailag, mind tudásban. Említetted a versenyt, milyen versenyeken jártál, és hogy tud versenyezni a mentős? Hát ez egy különleges világ. A mentőverseny az úgy néz ki, hogy olyan feladatokat próbálnak összeállítani, mint a valóság. Felkészít arra, mint egy szimuláció, felkészít arra, hogy te 1000%-ig ellásd azt a beteget, vagy azt a körülményt, amit ott felállítanak. Nagyon híres mentőversenyek vannak, ilyen a Rally Rejvízi mentőverseny, ez Csehországban van, és ez hasonlóképpen is működik, hiszen a nevében van, hogy rally, hogy etapok vannak, ahol a feladatokat végig kell vinni, meg kell csinálni, és a végén természetesen pontozás van.
És nagyon, megmondom, nagyon nagy büszkeség fönnállni a dobogon. Magyarországon először mi, székesfehérvári mentők álltunk egy világversenyen dobogon, ez 2005-ben volt. Akkor Petróci Andrés doktorral, Fülöp Róberttel, Horváth Attilával négyen indultunk azon a versenyen, és Kanada mögött másodikak lettünk, mondhatom, hogy Európában a legjobbak lettünk, és rettenetes jó élmény az, hogy az ember megmutatja azt, hogy igen, ebbe a világban mi ott vagyunk, és helyünk van. Egyébként van ilyen a mentős csapatnak, hogy edzés? Vagy csak az éles? Tehát, hogy tudtok összeszokni egy-egy csapat? Mert rettenetes összmunkára van szükség, összehangoltságra van szükség. Igen, vannak szimulációk, továbbképzések, éves képzések, ahol ezeket lehet gyakorolni. Mi egy kicsit többet gyakoroltunk, akik jártunk külföldön, hiszen minden lehetséges alkalmat megragadtunk, hogy akár egy főiskolára, vagy egy egyetemre bekéreckedjünk, és az ottani gyakorló pályán gyakoroljunk, vagy elmentünk segítséget kérni a tűzoltóbajtársainkhoz. Mindenkit megkerestünk, aki egy picit tudott segíteni abban, hogy mi jók legyünk, vagy még jobbak legyünk, hiszen jók vagyunk, hogy mi igen, kérem szépen, hogy oda jussunk. Ezért nagyon sokat mentünk és tanultunk. Itt Fehérváron is van tanterem, ahol lehet gyakorolni. És ahol remélhetőleg majd azért még tanítani fogsz természetesen. Hogy érintett meg téged a pandémia időszaka? Nehéz kérdés, nehéz válasszal. Nehéz egy olyan terhet cipelni, akit mindenkit sújt. Minden családot érint, minden munkahelyet, minden baráti társaságot érint, hiszen mindenki hol van beteg, vagy lett beteg. Ezeket a betegeket ugyanolyan profi szinten kell ellátni, mint a pandémia előtt, vagy a pandémia óta, hiszen most mondhatjuk, hogy per pillanat vége van, vagy szünet van. Igen, be kellett öltözni. Igen, plusz védőruhát kellett venni. Kellemetlen érzés 4-5 órán át maszkba lenni, ruhába lenni, mikor a hátad közepén is folyik a víz. És egy szűk helyen benéztem egy közlekedő mentőautóba, hogy úgy ültetek az autóba is beöltözve. Igen, de azt kell mondjam, hogy tudomásul kell venni, hogy ez a munkánk része. Egyszerűen el kell viselni, jó arcot kell hozzávágni, és ezt végig kell csinálni. Mindenki zokszó nélkül megtette, mert ez a munkánk. Azért vagyunk, hogy segítsünk embereken. Félelem nem volt benned? Soha. 31 év alatt soha. Pedig bizonyára voltak helyzetek. Most hagyj kérjek tőle sztorikat. Mondjuk el a legkedvesebb emlékedet és a legkevésbé kedves emlékedet a munkád során. Talán kezdjük a kevésbé kedvessel, mert akkor még jó lehet a műsor poénja a végén. Nagyon nehéz. Olyat kérsz, amiről soha nem beszélünk. Soha senki nem mondja el, nagyon jó család kell hozzá, hogy tudják azt, hogy most apa hülye. Látják azt, hogy viszed a terhedet haza, de még nekik sem adod át. Nem beszélsz róla. Most sem fogok mondani olyan esetet, ami konkrét eset lenne, mert képes mindig összeszorítani a torkomat, a szívemet, a mellkasomat. Vannak természetesen olyan tragédiák, amik nagyon nehezen feldolgozhatóak, hiszen látunk halált, látunk sérüléseket, látunk összetört autókat, látunk, hogy én mondom, akkor úgy mondom, hogy személy szerint rólam mondva, hogy láttam összetört autókat, láttam vonat-busz találkozását, láttam helikopter lezuhanását. Láttam tragédiákat, de ezek
nagyon nagy teherként velünk maradnak örökre. Tudod mindig a helyszínt, ha csak arra mész, tudod, és soha nem felejted el. Ez a nagyon nehéz része a munkának. Ezt haza kell vinni, ebből együtt kell élned. Lehet vele élni. A könnyű rész, a jó rész velünk van. A szülés az egyik legjobb dolog a mentőben, a gyerek születése. Mikor felsér, zizeg abba a fóliába. Vagy. Te már annyira jó dolog, hogy az egy csoda. Csoda, ha sikerül egy újraélesztés. Csoda, ha egy gyermek újraélesztés sikerül. Nekem 31 év alatt 4 kiskorú gyermek újraélesztése van meg, akik haza is mentek és a mai napig élnek. És igen, kérem, ez adja azt az erőt, ez adja azt a pluszot. Gondolom a bajtársaim nevébe is mondhatom, hogy hónap is visszamegyek, meg hónap után is bemegyek dolgozni. Gyakorlatilag azt a választ kaptam erre a kérdésre, amire számítottam. Számítottam azért, mert persze az ember beszélget sokakkal erről a témáról, hogy hogy lehet ezt elviselni, hogy lehet nem hazavinni, hogy lehet félretenni munka után, vagy az eset után. És vannak, akik kívülállók mondják, hogy egy kicsit gépiesedik az ember, és egy idő után lepörög már. De aki ismeri Klupács Pétert, aki maga a kedvesség, elképzelni nem tudtam, hogy te ezt úgy félreteszed. Tehát biztos voltam, hogy a te lelkedben egy-egy súlyos eset, akárhogy is nézzük, és ezek szerint nem csak gyerek, hanem szerintem az idősekhez is kötődsz. Biztos, hogy benned marad, de pont a következő beteg miatt ezt neked azért valamennyire csak félre kell tenned. Nem tudod félretenni, mindig benned marad, mindig egy fájó emlék, álmodsz vele. Létezik, szakemberek ismerik a burnout szót, hogy kiégés. Vannak bajtársainkat, akik igen, elveszítjük. Bizonyos körülmények, bizonyos dolgok miatt. De ha jó csapatod van a kocsin, és olyan közösségbe vagy, hogy amikor te túl vagy egy ilyen eseten, nagyon jellemző, hogy például fölmegyünk, három sarokba eszünk. Ezek ilyen életképek, hogy mindenki elmegy és bőzik. És olyan csapatod van, hogy hát is tudod velük beszélni. És ezerszer és ezerszer, hogy mit kellett volna tenni, vagy mit lehetett volna még tenni, minden oda jutunk, hogy semmit, hogy jól csináltuk. A fene egye meg, mi egy jó mentők vagyunk. Tehát mi akárhányszor végig gondoljuk, akár a Pósa Józsi barátommal, vagy akár a Nagy Zolikával, vagy felsorolhatatlan névsorral, vagy a Szabó Andival, végig gondoljuk ezeket a neveket. És mindig oda jutunk, hogy igen, kérem, mikor összenézünk, hogy megcsináltuk. Tehát azért ez odahúz az embernek. Hogy mennyire az életed, ez látszik azon is, hogy ugye kértem, hogy hozz magaddal egy kedvenc tárgyat, és mi az, amit hoztál? Hát egy labda. Hát gondolom, hát a labda, hogy igen. Nem a foci miatt. Nem az EB miatt, de azért én is megnézem az EB-t. Vagyok már annyira kárhozott, hogy megnézzem. Ugye a labda maga a show része volt, hiszen ezen mutattátok be, hogy a labda is a zene, igen, az újraélesztésnek a technikáját lehetett bemutatni rajta. Igen, ezért hoztam el, hiszen minden lakásban van egy labda, lehet vele játszani, lehet vele gyakorolni, nem kell hozzá más, csak egy kicsit egy anyukának, egy apukának, a gyerekekkel. Gyertek, játszunk egy kicsit, mutassuk meg, hogy tudunk miért, hogy nyomjuk ezt a labdát, és hogy kell helyesen tartani a kezedet, hogy kell érdelni, hogy kell csinálni, és meg lehet tanulni. Kérem szépen, hiszen nem egy ördöngőség. Sőt, mi több a közösségi megosztókon már látható, hiszen a Fehérvár televízióban is bemutattátok már többször. Elszaladt az idő, nagyon jó volt téged hallgatni, megerősödött bennem az a hit, és tudod, hogy te egy nagyon kedves ember vagy,
rengeteg empátiával fel vagy töltve, és én nagyon bízom benne, hogy ebben mi még jó sokáig fürödhetünk nyugdíj ide vagy oda. Legyen időd a kikapcsolódásra, a meccsekre, de azért gondolj még az emberekre is. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon jól éreztem magam, és nem elfelejteni. Labdazene gyakorlás. Klupács Péter volt a vendégünk. Viszontlátásra!